Arany János, Rege a csodaszarvasról. Kevés pontos ismeretünk van a magyarság eredetéről. A régészeti leletek, tárgyi leletek nyújtanak segítséget múltunk felidézésében, illetve szájhagyomány útján terjednek olyan történetek, olyan fennmaradt eredetmondák, amelyekből következtethetünk történelmünkre, eleink életére. Arany Jánosnak nagy terve volt, hogy a szájhagyomány útján fennmaradt korabeli történetek alapján megírja a magyarság őstörténetét. Arany János, Rege a csodaszarvasról. Száll a madár ágról ágra, száll az ének szájról szájra. Fű kizöldül ó sírhangon, bajnok ébred hősirantom. Vadat űzni feljövének hősfiai szép enének, hunor s magyar két dalia, két egytestvér Nérót fia. 50-50 jó leventét kiszemeltek, hogy követnék, mint valamely véres hadra, fegyverkeztek könnyű vadra. Vad előttük vérbe fekszik, őz vagy szarvas nem menekszik, elejtették már a hímet, üldözik a szarvas hímet. Gém után ők egyre törnek puszta marját sós tengernek, hol a farkas, hol a medve sohasem járt eltévednek. Minden este bánva bánják, hogy e vadat miért kívánják, miért is űzik egyre nyomva téveítő hús vadonva. Mégis, ha reggelre a gímszarvast űzni kellett, mint tödised széljátéka, mint madarat az árnyéka. Száll a madár, száll az ének, két fiáról szép enének, zengő madár ágról ágra, zengő éne szájról szájra. Vadont s a dont ők felverik, a meóti kis tengeri, süppedékes mély tavaknak szigetére ők behatnak. Ott a szarvas, mint a pára, köd előtte, köd utána, még az ember széjjel nézne, szemök elől elenézve. Hóha, hóha, hol van a vad? Egy kiáltja, ihon szalad! Más kiáltja, itt van, itten, a harmadik, sehol sincsen. Minden zugot megüldöznek, minden bokrot átaldöfnek, gyík, ha rezzen, fajd, ha rebben, de a gimbad nincs ezekben. Szól a magyar, hely, ki tudja, merre van a hazánk útja? Kerek az ég mindenfelé, anyám, anyám, meghalsz belé, szól a hunor. Itt maradjunk, tanyát verjünk, itthon vagyunk, sejem a fű, édes a víz, paudúból csöpög a méz. Kék folyamat fényes falat, bőrhenyő vad ízes falat, feszes az íj, sebes a nyíl, harckalandon zsákmány a díj. Száll a madár, száll az éne, két fiáról szép enéne, zengő madár ágról ágra, zengőjének szájról szájra. Hogy eluntak otthon ülni, palacsalni, őzetűzni, új kalandra, szebb csatára ereszkedtek a pusztára. Puszta földön sík fenyéren, zene hallik sötét éjen, zene síp dob mély vadonba, mintha éjből, mint álomba. Tündérjányok ottan laknak, táncot ropnak, úgy mulatnak, szűve ködbő sátoruk van, úgy mulatnak, sátoruk van. Férfi egy sincs közelében, de a földi jányok széte, jányai belárnak, dúlnak, tündérséget ott tanulnak. Dúl királyné legszebb kettő, Agdélári 12, összesen mint 102, a tündérré válni kezdő. Haj, vitézek, haj, elébe, kiki egyet az ölébe, vigyük haza asszonyunkat, hullja felszél a nyomunkat. Sarkantyúba lovat vesznek, kantárszálat megeresznek, a lányság bent a körbe, mind a körbe, sok az ölbe. Nagy sikoltás erre támad, futna széjjel a leányhad, elől tűzbe, hátul vízbe, mindenképp jut férfi képbe. Száll a madár, száll az éne, szép fiáról szép enéne, zengő madár ágról ágra, zengő ének szájról szájra. Dúl leányi a legszebbek, hunor magyar nője lettek, s a leventék éppen százan, megosztoztak mind a százan.
Büszke jányok itt idővel megbékéltek asszonyfővel, haza többé nem készültek, engesztelni piac szültek. Tószigetje édes honná, sátoruk lőn szép otthonná, ágyok áldott nyugalommá, nincs egyéb mi őket vonná. Piac szültek hősinemre, szép leány kis szerelemre, dali törzsnek ifjú ágot, maguk helyett szűz virágot. Hunorág a hunfajt nemzet, magyaré a magyar nemzet. Szaporaság lőn temérdek, a szigetben nem is féltek. Szittya földet előzönlék, dúl királynak dús örökjét, és azóta hősök párja, íretek száll, szájról szájra. A Szittya királynak, Nénrótnak, más néven Nimródnak, feleségétől Enétől két fia volt, Hunor és Magyar. A monda szerint a két fiú 50-50 vitézre vadászgatott a pusztán, s egyszer csak egy nőstény szarvas tűnt föl előttük. Napokon át üldözték, de nem tudták elejteni. A szarvas dúl és Beláb földjére csábította a vadászokat, majd végleg eltűnt a vitézek szeme elől. A két király épp távol volt a törzs férfiaival, csak a lányok voltak otthon. Hunor, Magyar s a száz legény magukhoz ragadta őket. Házasságukból Hunor népének utódai lettek a hunok, magyaréi pedig a magyarok. Olvassátok el a könyvetekben, hogy mit nevezünk regének, és mit nevezünk eredetmondának. A rege a mondarokon műfaja, műfai sajátossága, hogy szájhanyományban élő ősi történetet beszél el, nagyszerű, sokszor csodás eseményeken gazdag. A mondához hasonlóan valóságos földrajzi helyek, történelmi személyek vagy események szerepelnek benne. Formája legtöbbször verses. Ebben az esetben is Arany János művét, amikor olvassátok, láthatjátok, hogy ősi történetet beszél el, a magyar nép eredetét meséli el, hogyan is születtek meg a magyarok. Az eredet monda mesés történet, amely egy nép vagy népcsoport eredetéről szól. Rendszerint valóságos földrajzi helyek, történelmi események is megjelennek bennük, így Arany János versében is található valós helyszínek. A történetben a két testvér, a kettős királyság, a lányrablás, a más nemzetségből való házasodás, a csodaszarvas elején istenasszonyának, még a többször ismétlődő szálla madár sorok, a szkíta szarvas minták felidézései. A mű nyelvezete régies, sok furcsa és régi szó szerepel benne, ezeknek a jelentését megtaláljátok a könyvetek jegyzett hovatában. Ettől a régies nyelvezettől a mű nemes, régies zengést ad. Eredete szerint tehát Arany János műve a műköltészet csoportjába tartozik, hiszen szerzőjét ismerjük. Az epika műnemében, mert a cselekményen van a hangsúly, történetet mond el, vannak szereplői, főszereplői, mellékszereplői, a műfaja pedig rege, illetve eredet történet. Itt láthatjátok a verselését, páros rímű, ősi felező nyolcas a verselése. A páros rím, az ősi felező nyolcas verselés, illetve a négy soros verszakok mind-mind a népköltészetet juttatják